Mai első állomásunkon bemutatunk egy Petőfi ösztöndíjas fiatalt, aki egy apró középbánsági faluban dolgozik a magyarság megmaradásáért. Ezután részt veszünk a harmadik alkalommal megszervezett Gömöri összetartozás napján, majd ellátogatunk a Beregvidéki Múzeumba, és megismerkedünk annak alapítójával is. Végül a Madarasi Hargitára utazunk, hogy megnézzünk egy középkori harci bemutatót. Tartsanak velünk! A festői szépségű Fehértó partján terül el az apró Erzsébet lak. A középbánsági kis falucskát 1866-ban alapították német telepesek Elisenheim néven. Erzsébet lak lakosságának többségét a II. Világégésig főleg magyarok és németek alkották, ám a háború után a győztesek bosszúja a helyi németeket is elérte, így kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket. Erzsébet lak két istenházával is büszkélkedhet, egy katolikussal és egy evangélikussal, melyek ma is töretlenül szolgálják Erzsébet lak népét. A falu ma már szórványtelepülés, ahol a magyarság minden nap küzd nemzeti identitástudata megőrzéséért. Ennek egyik eszköze a néptánc, amely a helyi általános iskolások körében nagy népszerűségnek örvend. A magyar néphagyományok átörökítése, a megmaradás kulcsa itt, Erzsébet lakon. Az a feladatunk, hogy valamiképpen megőrizzük a magyar nyelvet, a hagyományainkat, és nagyon reméljük, hogy teszünk is azért, a nemzeti identitás azért erősödjön, és azért érezzék azt, hogy milyen jó magyarnak lenni. Ez most a 10 herc, ezen nem nagyon csinál semmit, csak úgy mozog, úgy pattog, ahogy... Itt éppen az alsósokat kalauzolja a fizika világának rejtelmeibe a Petőfi ösztöndíjas Virág Attila. Több településen is tart foglalkozásokat, ma Erzsébet lakon. Mint mondja, minden vágya volt, hogy a déli végeken élő magyar gyerekek körében tevékenykedhessen. Közel, sőt már több mint 10 éve foglalkozom ifjúsággal, ifjúságügyel, ifjúsági programok szervezésével, és hát bíztam benne, hogy ezt a tudást itt a szórványban is majd hasznosítani tudom. A kicsik körében nagy sikert aratnak a látványos kísérletek. Van, amikor keményítőt kevernek ki vízzel, és van, amikor megtapasztalhatják a rezgés hullámok által keltett mozgást egy hangszórón keresztül. A gyerekeket minden alkalommal lenyűgözik ezek a kísérletek. Attila bácsi mindig elkezd nevetni, és mindig, mikor eljön, akkor megkérdez, hogy ezt tudom-e, és mikor azt mondom nem, azt mondja, hogy végre nem tudom, hogy én is bírok valami újat megtanulni. Attila nem csak tudományos kísérletekkel, hanem mókás játékokkal is készült a mai foglalkozásra, ami főleg a fiúk körében aratott nagy sikert. De hogy is kell ezt a játékot játszani? Ez az én székem, hogyha valaki harmadikra kerül, akkor az kimondja annak a nevét, akinek kimondja másnak a nevét, az rögtön ideül, és akkor úgy tovább körbe folytassuk. Attila munkájáról nem csak a gyerekek, hanem a tanárok és a helyi magyarság képviselői is rendkívül jó véleménnyel vannak. Nagyon meg vagyok vele elégedve. De nem csak én, hanem a visszajelzésből azt látom, hogy az összes település, ugye a településsel nagyon-nagyon pozitívan beszélnek róla, jól tud bánni a gyerekekkel. A gyerekek lelkesedése és a munkája iránti pozitív visszajelzések megerősítik Attilát küldetés tudatában. Bízom abban, hogy hozzá tudom segíteni a szorványban élő közösségeket, hogy legyen távlatuk, hogy hosszú távon is fennmaradhassanak, megőrizhessék identitásukat, kultúrájukat, és továbbra is magyarnak mondhassák magukat. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán indította el a Petőfi Sándor programot, amelynek alapvető célja, hogy a szórvány területeken fogyásban lévő magyarság identitását megerősítse. Attila munkája itt, a déli szórványvidéken a magyar megmaradást jelenti a jövőt képviselő gyermekek számára. Hamarosan a felvidéki Feledre utazunk, hogy részt vehessünk a Gömöri összetartozás napján.